Erdei Eltamás Tamás írófilozófus, sportfüggő, hollywoodi filmekben pedig kaszkadőr. A nyelv szeretetét édesanyja oltotta belé, ezt igyekszik továbbadni a hallgatóságnak, a könyvekre pedig úgy tekint, mint egy nagy utazás. Megkapta a legrangosabb irodalmi kitüntetést első magyarként. Kertész Imre személyében magyar író először és mind a mai napig utoljára nyerte el az irodalmi Nobel-díjat azt a díjat, amelyet korábban már Móri Zsigmond, Füstmilán vagy Eszterházi Péter is kis hián elnyert. A mai órán Kertész Imre Stokholmi beszédét fogjuk elemezni, azt a beszédet, amelyet a Nobel-díj átadásakor a Svéd Királyi Akadémia előtt előadott. Nem csak azért teszünk így, mert ez 2018-ban érettségi tétel, hanem azért is, mert kiváló példája ez a tökéletes szónoki beszédnek. Gyertek velem! A Svéd Akadémia az irodalmi Nobel-díjat 2002-ben Kertész Imre magyar írónak ítélte oda. Egy írói munkásságért, amely az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben. Mindenfelől az értésemre adták, hogy az, amin gondolkodom, az úgynevezett téma, amely foglalkoztat, időszerűtlen és nem attraktív így hát ezért is, és mert a saját meggyőződésemmel is egybevágott, az írást mindig is a legszigorúbb magánügyemnek tekintettem. Felemelő pillanat volt ez a magyar irodalom életében, hogy oly sok kiváló írónk jelölése után végre megszületett az első magyar nobel irodalmi Nobel-díj. Kertész Imre életrajzát tekintsük át röviden, Budapesten született 1929. november 9-én, és ugyanitt hunyt el 2016. március 31-én. Egy arszpoétika szerű megfogalmazása szerint jól kellett ismerni a nyelv határait, nagyon világosan kellett tudni azt, hogy az, aki itten beszél, nem egy valódi húsvér, hanem egy regényfigura, akinek nyelve van. Tehát csak nyelv és semmi más. És ez az a törvény, amely fegyelemben tart. Kertész életének legfontosabb mozzanata, hogy 14-15 éves gimnazistaként kiszakadt a gyermekkori idélből. A gyermekkori édent el kellett hagynia egyik pillanatra a másikra, és elhurcolták egy haláltáborba, Auschwitzba. És bőfél évvel később euh, Buchenwaldból szabadította föl az amerikai hadsereg. Tehát ez a bőfél év, amelyben kis hiány az életét vesztette a haláltáborban, életének nem csak euh, az élet pályájának, hanem az írói életművének is a meghatározó első számú eseményévé lett. Tulajdonképpen ehhez az eseményhez, ehhez az élményhez tér vissza szinte minden könyvében, minden regényében, életművének legfőbb kérdése az, hogy vajon lehet-e élni, lehet-e dolgozni egy olyan világkorszakban, egy olyan közösségben, egy olyan világban, amelyben az emberek szinte teljesen alávetik magukat a hatalomnak. A legfontosabb műve, amire egyébként a Nobel-díjat kapta, a Sorstalanság című regény, hosszas húzavona és többszöri visszautasítás után 1975-ben jelent meg, ám ezután is hallgatott róla a hivatalos kritika, szinte teljesen visszhangtalanul maradt ez a mű. Ezt a fajta kudarcot vagy frusztrációt írta meg a következő könyvében, az először 1988-ban megjelent a Kudarc című regényében, amely egy tetralógia, azaz egy négyrészes regény folyam második részeként jelent meg. A harmadik pedig a Kaddis volt 1996-ból, teljes címén Kaddis a meg nem született gyermekért, a kád egyébként egy héber teológiai szakifejezés, halott imát jelent, a halott zsidókért elmondott imát jelent. Kertész ezt a regényét annak a gondolatnak szentelte, hogy miért nem nemz gyermeket arra a világra, amely megengedte a megengedhetetlent Auschwitzot és a holokausztot. Ennek a tetrológiának a negyedik kötete egyébként a 2003-ban megjelent Felszámolás című regény. Fontosabb könyvei még az angol lobogó, a gályanapló, illetve a gondolatnyi csend, amíg a kivégző osztag újra tölt. 2002-ben tehát Kertész a sorstalanságra megkapta az irodalmi Nobel-díjat, és ekkor mondta el a híres Stockholmi beszédet, amelyet a mai órán elemezni fogunk első regényét, a Sorstalanságot Kertész Imre 13 évig írta. A kéziratot a magvető kiadó akkori igazgatója elutasította. Erről így beszélt, amikor a Nobel-díjat vette át. Röviden és tömeren azzal vádoltak, hogy a könyv rossz, én antiszemita vagyok, és az egész téma így, ahogy ezt én interpretálom, ez a szemétbe való, hát a körülbelül először a A regény főhőse egy kamasz fiú, akit a náci haláltábor szörnyű tapasztalatai érleltek felnőtté, és ezért nem volt képes visszatérni előző életéhez. A sorstalanság később a szép irodalmi kiadó gondozásában jelent meg, és 2002-ben irodalmi Nobel-díjat hozott az írónak. Mielőtt elkezdenénk elemezni a konkrét stokholmi beszédet, elméletben tekintsük át néhány mondatban, néhány perc erejéig a szónoki beszéd részeit és felépítését. A szónoki beszéd valójában nem is a magával a szöveggel indul, hanem először is a szónok személye és a hallgatóság között kell létrejönnie valami sajátos kapcsolatnak. A szónokkal szemben a legfontosabb elvárás, hogy hiteles személy legyen, meggyőző személy legyen, erkölcsös ember legyen. Ezt az antik retorikák első kidolgozói, a görögök úgy mondták, hogy ethos, innen jön az etikus kifejezés, tehát ethos vagy ethos, etikus személynek kell lennie a szónoknak amit a hallgatóságából kivált a beszéde és a személyisége révén, az pedig a pátosz lesz, amit fordíthatnánk elsődlegesen szenvedélynek, vagy akár indulatnak is, de általános értelemben tekinthetjük érzelemnek is. Ugye a szónoki beszéd bevezetésének elsődleges funkciója, hogy a távoli szellemi terekről begyűjtse és koncentrálja a hallgatóságának a figyelmét, tehát először is figyelmet kell felkeltenie a hallgatóiban, érdekesnek kell lennie, figyelemfelkeltőnek, érdekfeszítőnek kell lennie. A következő lépés, vagy következő elem a jó indulat felkeltése. Erre is van egy szakkifejezés, érdemes ö, megjegyeznetek, ezzel nagyon jól lehet villogni az érettségén is, meg máshol is. Latin kifejezés a következőképpen hangzik, captatio benevolentiae. Captatio benevolentiae, amiből, akik franciául vagy olaszul tanulnak, ö, fölfedezhetik a bene, illetve ö, a volencia, tehát a jó és az akarat szavakat, vagyis ez szó szerint eredeti értelemben jó akaratot jelent, jó indulatot jelent, tehát a jó indulatot kell fölkelteni a, szónokban, a szónoknak a hallgatóságában, és akkor már félig nyert ügye van. Ezen kívül elő kell készíteni a megértést, meg kell jelölni a témát már itt a bevezetésben, és tulajdonképpen egyfajta vázlatot vagy előzetes szerkezetet is elő kell vetítenie. A második szerkezeti egysége a szónoki beszédnek az elbeszélés, amelynek során a tényállást ismerteti röviden a szónok, illetve ha olyan típusú beszédről van szó, akkor a helyszíneket, a szereplőket is bemutatja, de nagyon fontos, hogy a tételt kell megfogalmaznia, tehát az elbeszélő részben megfogalmazza a beszédének a legfontosabb állítását vagy állításait. A harmadik rész a részletezés, amelyben az elbeszélésben megfogalmazott tételt vagy tételeket részletesen kifejti az, a, a beszélő, és amelyben definiál, azaz fogalmakat is magyaráz, fogalom a definíció. Ugye a sajátos fogalmait, amelyeket használ a beszédben, ezeket meghatározza. A következő rész, immár a negyedik rész, a bizonyítás, amelyben a szónok az ő tételét támogató érveket felsorakoztatja, felsorolja, bizonyít, azaz idegen szóval verifikál, verifikáció. Ezt is érdemes megjegyezni. A verifikáció ellentéte a bizonyításnak szintén része a cáfolás a következő rész, vagy másnéven falsifikáció, amikor az ellenérveket, az ő főtételét gyengítő, vagy megsemmisíteni látszó ellenérveket sorakoztatja föl a szónok, és ezeket cáfolja sorban. Tehát falsifikáció vagy cáfolat. És itt már csak a befejezés van hátra, ahol összefoglalja a főtételeit újra a szónok, összegzi a tanulságokat, a fő gondolatokat, bevési a hallgatóságának a tudatába, ez az imprinting, itt a pszichológiai eszközeit is nagyon jól lehet használni, és kitekint a jövőre, tovább gondolja a témát, illetve, hogyha olyan típusú beszédről van szó, mondjuk mozgósító beszédről, akkor cselekvésre, aktivitásra buzdít. Most pedig az elméleti áttekintés után térjünk rá a stokholmi beszéd konkrét gyakorlati elemzésére. Az íróként megpecsételi az ember hogy is mondjam, sikerét, jövőjét, szóval... Ez legmagasabb díj valóban, legmagasabb irodalmi díj. Nem csak a legmagasabb, hanem leginkább megbecsült irodalmi díj. Úgyhogy itt most már érkeznek az ajánlatok, stb. 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 Az a helyzet, hogy dolgozni kell előtte, utána, egyaránt. Tehát az ember felvesze a Nobel-díjat, elmondja a beszédet, és utána visszamegy az íróasztalhoz. Vizsgáljuk meg tehát, hogy mitől is olyan átütő erejű ez a beszéd, miért mondtuk azt az elején, hogy a tökéletes szónoki beszédműnek egy jó példája. Nézzük tehát Kertész Imre stokholmi beszédének a részleteit, amelyeket most elemezni fogunk, és amely elhangzott 2002. december 7-én a Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén. Nézzük először a bevezetőt, amely a következőképpen kezdődik. Heuréka, mindenek előtt egy vallomással tartozom, egy talán különös, de őszinte vallomással. Itt kiválóan megfigyelhetjük azt, hogy hogyan kelti föl a figyelmet, hogyan válik izgalmassá az író szónokként, beszélőként, és hogyan kezdi el megnyerni a hallgatóságának a jó indulatát. Vallomást ígér, egy különös, de őszinte vallomást. Hát ki ne lenne kíváncsi arra, hogy egy világhírű író őszinte vallomást tesz neki. Tehát felkelti a figyelmet, és már elkezdi felkelteni a jó indulatot, ugye kaptáció benevolencié, a jó indulat elnyerése, vagy a jó akarat elnyerése. A következőképpen uh, teszi ezt, nagyon finoman, finom eszközökkel. Szóval mondja, inkább egy Szemtelen megfigyelő, illetve később azt mondja, hogy hűvös megfigyelővel azonosítja magát, semmint a világhírű íróval, a világszerte olvasott íróval. Ez a kettőség, személyiségének ez a kettősége, ez a billegése, egyrészt izgalmat kelt, feszültséget kelt, figyelmet kelt, másrészt felkelti a jó indulatot, és természetesen tiszteletét teszi a a megjelent társaságnak, ugye kitüntető alkalomnak nevezi ezt a svéd ö, akadémia ünnepi ülését, illetve megjelöli a témát, ami nem más, hogy ezt a kettősséget, ezt a bennem élő két szemét végül majd egyesítsem. Vagyis a beszéd célja az lesz, hogy egyrészt a világhírű író, másrészt a tárgyilagos megfigyelő kettőssége között valami fajta Egyensúlyt teremtsen, illetve ezeket egyesítse. Lépjünk tovább, nézzük meg a beszéd következő részét, amely már az elbeszélő rész, és ahol elkezdi már részletezni ezt a, ezt a tételt. Egyrészt azt mondja, hogy apóriának érzi ezt, ez egy görög szó, azt jelenti, hogy feloldhatatlan logikai ellentmondás vagy ellentét. Logikai zsákutca. Mi között van feloldhatatlan logikai ellentét? A magas kitüntetés a mű és az élet közt. Tehát a konkrét élet, amit megélt, diktatúrából diktatúrába, az életmű, amit létrehozott az irodalmi életműve, a regényeinek a sokasága, illetve a magas kitüntetés, a Nobel-díj. Mi a következő kulcszók? Túl sokáig éltem diktatúrákban ahhoz, hogy szertettem volna a némi irodalmi üntudatra, tehát itt most nem egy irodalmilag okos beszélőt kell hallgatni, hanem egy diktatúrákból szabadult embernek a vallomását kell hallgatni. Következő nagyon fontos uh, elem, egyetlen valóság létezik csupán, ez a valóság pedig én magam vagyok, az én életem, ez a törékeny és bizonytalan ajándék, amelyet vissza kell rabolnom az úgynevezett történelemtől, ettől a szörnyűséges moloktól, vissza kell vennem, mert egyedül az enyém. A szörnyűséges molok egy kultúrtörténeti utalás, nagyon röviden Molok egy Izrael számára idegen istenség volt a Biblia, sokat beszél róla. A zsidóság egyik fő ellenfeleként az alvilág istene volt, föníciai kánaáni istenség, amelynek gyermekeket áldoztak. A gyermek áldozatnak, a gyermek halának a beszéd későbbi részében lesz majd nagy jelentősége. Elsősorban a gyereket nem azért választottam, mert én akkor gyerek voltam, vagy mert egy gyerek az egy szentimentál, mindig egy nagyon jó művészi fogás. Azért választottam gyereket, mert az a tapasztalatom, hogy a diktatúra mindenkit gyerekké fokoz le, infantilizál. A holokausznak elnevezett kérdéskört én sohasem próbáltam holmi németek és zsidók közti feloldhatatlan konfliktusnak tekinteni. Sosem hittem, hogy a zsidó szenvedés történet legújabb fejezete, amely logikusan követi a korábbi próbatételeket. Sohasem láttam az úgynevezett történelem egyszeri kisiklásának. A korábbiaknál nagyobb szabású pogromnak, a zsidó állam létrejötte előfeltételének. A holokauszban én az emberi állapotot ismertem fel a nagy kaland végállomását, ahová 2000 éves etikai és morális kultúrája után az európai ember eljutott. A szónoki beszéd következő harmadik része a részletezés. Ezt figyeljük meg a következő beszédrészletekben. Azt szokták mondani rólam, hogy egyetlen téma a holokauszt írója vagyok. Tehát én, Kertész Imre, a holokauszt írója vagyok, ugye ez egy tétel? Ezt a tételt két költői kérdéssel, vagy két retorikai kérdéssel erősíti meg, illetve gyengíti meg, árnyalja az egészet. Azt mondja, semmi kifogásom, miért is ne fogadnám el a számomra kijelölt helyet a könyvtárak erre szolgáló polcán, vagyis igen ha úgy tetszik, én a holokauszt írója vagyok. De a következő retorikai kérdés már el is gyengíti ezt az erős kijelentést, hiszen azt mondja, hiszen melyik író nem a holokauszt írója ma? Vagyis azt mondja, hogy nincs bennem semmi különleges, hiszen a holokauszt után senki sem viselkedhet úgy, mintha nem történtek volna meg a haláltáborok borzalmai. Minden író a holokauszt írója ma. Hiszen a holokauszt nem más, mint egy létállapot, mint az emberi kaland végállomása, ahol véget ér az európai 2000 éves etikai és morális kultúra. Tisztelt tanár úr! Úgy olvastam, hogy Kertész Imre 2002 előtt egyszer már majdnem megkapta a Nobel-díjat. Igaz ez? Köszönettel Rita Egerből. Valóban, Rita, jól tudod, már egy évvel korábban, 2001-ben is felmerült a neve az esélyesek között. Na most ez nem úgy szokott menni, hogy csak úgy fölmerül valakinek eszébe jut, hanem fölterjesztették jelölésre, jelölték az irodalmi Nobel-díjra. Ahogyan ő fogalmazott, azzal fenyegették, hogy Nobel-díjat fog kapni, ám amikor elkerülte ez a szerencse katasztrófa, akkor a következőket írta a naplójába. Idézem. Auschwitzról írok, már pedig nem azért vittek Auschwitzba, hogy Nobel-díjat kapjak, hanem azért, hogy megöljenek. Mindaz, ami velem történt, anekdota. Mindaz, ami velem ezen túl történt, anekdota. Az, hogy nem kaptam Nobel-díjat, ugyanolyan képtelenség, mint hogy Nobel-díjat kaptam volna. Álljunk meg egyetlen pillanatra ennél a döbbenetes mondatnál, ennél a nagyon száraz, nagyon szenvedélytelen, ám elképesztően drámai mondatnál, nem azért vittek Auschwitzba, hogy Nobel-díjat kapjak, hanem azért, hogy megöljenek. Gondolkodjunk el, hogy egy 15 éves gimnazistát elhurcolnak egy megsemmisító haláltáborba, ahol igyekeznek őt lelkileg is, fizikailag is, egzisztenciálisan is elpusztítani, ez majdnem sikerül is, ő ezt túléli, majd ezt megírja egy regényben, és ez a regény 60 évvel később Nobel-díjat eredményez a számára, az egész világ elismerését, tiszteletét fejezi ki a számára, pedig ő nem ezért csinálta, ő nem irodalmi élményért ment Auschwitzba, őt elhurcolták, őt meg akarták ölni, őt el akarták pusztítani. Budapesten születtem egy zsidó családban, amelynek anyai ága az erdély Kolozsvárról, az apai pedig a Balatonvidék délnyugati sarkából származik. Nagyszüleim még gyertyát gyújtottak a sabát beálltakor, péntek este, de nevüket már magyarosították, és természetes volt számukra, hogy a zsidóságot a vallásuknak, a hazájuknak pedig Magyarországot tekintsék. Anyai nagyszüleim a holokauszban lelték halálukat, apai nagyszüleimet a Rákosi féle kommunista hatalom pusztította el, amikor a zsidó aggok házát Budapestről az ország északi határvidékére kitelepítették. Úgy érzem, hogy a rövid családtörténet, mint egy magában foglalja, és szimbolizálja az ország legújabb kori szenvedés történetét. Nézzük tovább a stokholmi beszéd elemzését, hiszen már a vége felé járunk. Nézzük a bizonyítás részét. Ugye a zsidóságát hangsúlyozza, és a saját konkrét biográfiai adataitól elelem, elemelkedik az általános megfogalmazás irányába. A következő fontos Tételmondatot kell itt kiemelnünk, zsidónak lenni szerintem ma újra elsősorban erkölcsi feladat. Tehát a zsidóságában, a saját zsidóságában erkölcsi feladatot lát, ha a holokausz már a kultúrát teremtett, már pedig ez így történt, célja csak is az lehet, hogy a jóvátehetetlen realitás a szellem útján megszülje a jóvá tehát a jóvá tehetetlen realitás megszülje a jóvá a szellem útján, azaz a regényírás, az irodalom, a műalkotás révén létrehozza a katarzist. Tehát visszatér a kezdeteihez az európai történelem, ahogyan a görög drámákban a főhős szenvedése, bukása és halála katarzist, megtisztulást, erkölcsi felemelkedést vált ki a nézőből, hasonlóképpen az egész emberiség drámája, a holokauszt a haláltáborok uh, pusztítása, katarzist kell, hogy kiváltson az egész emberiségből a szellem által, a szellem tevékenysége, az irodalom, uh, mint tevékenység, a, a regényírás, ha úgy tetszik, a Sorstalanság című regény uh, által. Lépjünk tovább, és nézzük meg a cáfolatot, azaz a falsifikációt. Már lassan kifogyok a szóból, még mindig nem találtam meg a megnyugtató egyensúlyt az mi között az életem, a művem és a Nobel-díj között. Még mindig nincs meg az egyensúly, és most jön egy elképesztő fordulat, kicsit lejjebb a szövegben, azt mondja, van, ö, van, valami a karrieremben, valami felkavaró, valami abszurd, valami, amit nem lehet végig gondolni anélkül, hogy az embert ne fogja el a földön túli rendben, a gondviselésben, metafizikai igazságtételben való hit kísértése is most jön az elvárás törlő fordulat. Nem azt mondja, hogy megnyugodhatunk az isteni gondviselésben, éppen ellenkezőleg azt mondja, hogy ez egy kísértés, és hogyha engedünk ennek a kísértésnek, akkor az önáltatás csapdájába esünk, zátonyra futunk, elveszítjük a mélységes kapcsolatunkat, mivel? Azokkal a milliókkal, akik elpusztultak, akik nem jöttek vissza a haláltáborokból, akik megsemmisültek. Tehát ne engedjünk az isteni gondviselés a metafizikai igazságtétel kísértésének, csábításának, hanem tárgyilagosan ábrázoljuk azt, ami történt. Egyszer meghaltam már, tehát azért, hogy élnem lehessen, és itt jön a paradox fordulat, ez az én igaz történetem. Meghaltam a rendszer számára, meghaltam erkölcsileg, morálisan, és majdnem fizikailag is, ugye ez a sorstalanság, elveszítettem a sorsomat, sorstalanná váltam, de mivel ezt túléltem, így tudtam megírni azt, amit megírtam. És mi ennek a lényege? A tanúságtétel. Tanúságtétel tehát, amelyet a Svéd Királyi Akadémia Nobel-díjjal jutalmazott, és a kitekintés, ugye a zárlatban, a befejezésben pedig a következőképpen hangzik, talán a jövőnek is hasznára válhat, Szívem szerint azt mondanám, hogy a jövőt szolgálja majd az is. Azaz, ez az én életművem lényege, ez az én regényem célja, hogy a jövőt szolgáljam ezzel a tanulságtétellel. Úgy érzem, hogy amikor Auschwitz traumatikus hatásán gondolkodom, ezzel a mai ember vitalitásának és kreativitásának az alapkérdéseihez jutok el auschwitz Auschwitzon gondolkodva így, talán paradox módon, de inkább a jövőn, semmint a múltok gondolkodom. Köszönöm, hogy velem voltatok. A jövő héten újra találkozunk, Babics Mihályjal fogunk foglalkozni. Ne feledjétek, korábbi óráinkat megnézhetitek a honlapunkon. Olvashatok Kertész Imrét, és ne váljatok sorstalanná. Sziasztok!